Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 11-éig. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A férfiak itt láthatóak, vagy ez a férfi utal a te lelki társadra. Az ő gondolataiban megjelensz te is, hiszen a fölötte lévő kártyák utalnak a gondolataira, a terveire. Itt a virágcsokor, itt pontosan előtted, azt jelenti, hogy ő tisztában van azzal, hogy mennyire szép vagy, kimutatod a nőiességedet, a nap utal a kisugárzásodra, jelenti a vonzalmat kettőtök között. Azon kívül itt van a ház és a nappali szoba, ami azt jelenti, hogy meg akar látogatni téged, vagy azt szeretné, ha te látogatnád meg őt. És itt a nap láthatóvá tesz valamit, tehát tisztázódik valami, hiszen ez a gondolata, ez a terve, ő beszélni akar veled. Akarja rendezni a dolgokat, itt is látható a tisztaság, tehát rendeződik valami. Itt előtte van a szív, ami összeköt benneteket, hiszen te is egy vonalban vagy, ezzel a szívvel ő is, tehát ez olyan, mint egy sarokkártya, ugyanúgy, mint a nap összeköt benneteket. Itt megvan a vonzalom, itt megvan a szeretet, a szerelem, sőt a hűség is, hiszen a kutya erre utal. Hamarosan kapsz egy hírt külföldről, hiszen a hajó utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, itt van a levél, és ez a hölgy. Lehet, hogy ettől a hölgytől kapod ezt a hírt, ez lehet egy barátnő is. De amit ez a hölgy még itt szimbolizál, a tánc, egy kreatív tevékenység, ez lehet egy ünnepség is, egy meghívás, és a hajó jelenti a külföldi kapcsolatokat, ami útban van hozzád. De amit a hajó még jelenthet, az a remény. Az a remény, hogy itt lesz egy jó hír, a könnyűség, lesznek változások, erre utal a gólya, és minden jól alakul, hiszen ott van mögötted a csillagkép, ami szerencsét hoz. Jelenti az időt is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy a csillagokban az meg van írva. Itt lesznek fontos beszélgetések, sőt, egy vonalban állsz ezekkel a kártyákkal, külföld és a beszélgetés utalhat egy idegen nyelv tanulására is. És ez a levél lehet egy szerződés is. Itt látható ez a kártya, ami utal a munkára, a hivatásra. Egy munkahelyi szerződés, és itt a könyv, a tudás, a tanulás, a továbbképzés. De most szeptember elején ez még nem a megfelelő időpont erre a munkahelyi változásra, hiszen a hegy itt jelenti még az akadályokat. Viszont a hegy jelenti a téli hónapokat is, légy kicsit türelmes, ha munkáról, hivatásról van szó, mert úgy decembertől lesznek akkor változások, és akkor le tudsz gyökerezni, meg lesz a biztonság érzete, egy biztos munkahely. És itt a kereszt jelenti ezeket a változásokat, hiszen eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezek a munkahelyi változások. De légy kicsit türelmes, mert úgy decembertől javul a helyzet, az lesz majd a megfelelő időpont erre. Viszont ami a szerelmet illeti, ezt a férfit és téged, ez most így aktuális, és ez ami várható a következő napokban.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!